az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És a Szent Misét elhunyt Vajmás és Német család lelküldösségért ajánljuk fel. Úrnapja van, Jézus testének és vérének az ünnepe. Szeretettel köszöntöm az első áldozókat, szüleiket, hozzátartozóikat, és mindazokat, akik eljöttek ma közösen ünnepelni velünk. A mi Urunk Jézus Krisztus azt mondotta, hogyha nem eszitek az ember fia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz életti bennetek. Mindannyiunknak szüksége van arra, hogy lelki táplálékot is vegyünk magunkhoz. Ma, amikor sokat foglalkozunk a testtel, az anyagi világgal, egyre égetőbb szükségébe állik mindannyiunk számára, hogy a lelkünket is tápláljuk. Nagyon szépen köszönöm mindazoknak, akik segítik azt a szolgálatomat, hogy az Úr Jézus testét minél több ember magához tudja méltón venni, és ezáltal a lelke Krisztus szeretetével legyen telve. A Szent Mise elején vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek, és megtettem, hogy sokszor és sokat végeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és fogadással. Én védkem, én igen nagy védkem. Élek azért a bocsánatos, mindenkor szűnt Mária. Az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok élettem, Urunk voltam Isten. Irgalmazom nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el a török életre. Amen. Thank you.
Urunk Jézus Krisztus, Te ebben a csodálatos szentségben kínszenvedésed emlékezetét hagytad ránk. Add kérünk szent tested és véred titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül érezzük. Aki élsz és szeretsz az Atyával és a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökön örökké. Mózes második könyvéből. Miután az Úr közölte a feltételeket, amelyek alapján szövetséget akart kötni a népével, Mózes lejött a hegyről, és kihirdette a népnek az Úr minden szavát és parancsát. Az egész nép egy szívvel felelte. Az Úr minden szavát megtartjuk. Ezután Mózes leírta az Úr valamennyi törvényét. Másnap reggel a hegy lábánál felállított egy oltárt, és 12 emlékoszlopot Izrael 12 törzsének megfelelően. Azután megbízott néhány fiatalt Izrael népéből, hogy égő áldozatot mutassanak be, és bikákat ajánljanak fel az Úrnak béke áldozatul. Mózes vette a vér felét, és áldozati csészébe öntötte, a vér másik felét pedig oltárra hintette. Majd fogta a szövetség könyvét, és felolvasta a népnek. Ők kijelentették. Követjük és megtartjuk, amit az Úr parancsol. Erre Mózes vette a vért, meghintette vele a népet, és így szólt. Ez annak a szövetségnek a vére, amelyet az Úr mindezen igék alapján kötött veletek. Ez az Isten igéje. Szent Lecke a zsidókhoz írt levélből. Testvéreim, Krisztus a ránk váró javak főpapjaként jelent meg, s belépett abba a nagyobb és tökéletesebb sátorba, amelyet nem ember keze alkotott, vagyis nem ebből a világból való. Nem a bakok vagy borjak vérével, hanem saját vérével lépett be egyszer s mindenkorra a szentébe, és örök megváltást szerzett. Ha ugyanis a bakok és bikák vére, meg az üsző hamva a tisztátalanokra hintve külsőleg tisztává teszi őket, mennyivel inkább megtisztítja lelkiismeretünket a holt cselekedetektől Krisztus vére. Ő az örök lélek által saját magát adta tiszta áldozatul az Istennek,
hogy az élő Istennek szolgáljunk. Ezért ő új szövetség közvetítője. Előbb azonban a régi szövetség idején elkövetett bűnök megváltásáért el kellett szenvednie a halált, hogy a meghívottak elnyerjék az örökké való örökséget. Ez az Isten igéje. Számodra a húsvéti vacsorát. Erre elküldte két tanítványát ezekkel a szavakkal. Menjetek a városba, találkoztok egy emberrel, aki vides korsót visz. Kövessétek őt. Aztán ahova bemegy, ott mondjátok meg a házigazdának, a mester kérdezi, hogy hol van az a szállás, ahol a húsvéti vacsorát tanítványaimmal elfogyaszthatom. Ő mutat majd nektek egy étkezésre berendezett tágas emeleti termet. Ott készítsétek el nekünk. A tanítványok elmentek, a városba érve mindent úgy találtak, ahogy megmondtam, és elkészítették a húsvéti vacsorát. A vacsora közben kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és ezekkel a szavakkal adta nekik. Vegyétek és ez az én testem. Majd fogta a kelyhet, hálát adott, oda nyújtotta nekik, és mindnyájan ittak belőle. Ő pedig így szólt. Ez az én vérem, a szövetségém, amely sokakért kiontaték. Bizony mondom nektek, nem iszom többé a szőlő terméséből addig a napig, amíg az újat nem iszom az Isten országában. Ezután Zsoltát énekelve kimentek az olajfák hegyére. Ezek az evangélium igény. Áldom téged, Krisztus! Kedves testvérek, kedves elszállítató szülők, mindannyiunk számára fontos, hogy az embernek nem csak teste van, hanem mindannyian érző és lelki emberek vagyunk. Az elszállítási felkészítésen a gyerekeknek próbáltunk mindent átadni, amit mi megtehetünk. Szépen felkészítettük őket külön órákon, tanórákon, személyesen ismerjük őket évek óta már, bíztattuk őket, hogy gyakorolják a hitüket, járjanak templomba, és szülőkkel is találkoztam, próbáltam Jézus Krisztusról, a hitről beszélni nekik. És úgy gondoltam, hogy most még egy ajándékot kérek tőlük,
a gyermekeik számára. Az áldás mindannyiunk számára azt jelenti, hogy megerősítelek a jóban. A mi Urunk Jézus Krisztusra az utolsó vacsorán, mielőtt az utolsó vacsora asztalához ült, megmosta az ő tanítványai lábát. És amikor főleg pedagógusokra emlékezve, pedagógus napot ülve, köszönve az ő munkájukat és szolgálatukat, mindannyian tudjuk és érezzük, hogy az milyen rosszul esik mindannyiunknak, hogyha mindig csak a fejünket mossák. Ha nevelnek bennünket, ha kritizálnak, ha okosítanak, mindannyiunknak az esik jól, ha szeretgetnek bennünket. A szeretetet pedig az áldás közvetíti. Nem a szidás, nem a kritika, nem az, hogy rendre utasítalak, hanem az, hogy megáldalak. Hogy mindaz, ami jó bennünk van, mert mindegyikünkben van valami, hogy az ki tudjon teljesedni. Hogy van benned jó is, és sok jó van benned. Isten jót is teremtett az emberekbe. Tudunk mi szeretni, megbocsájtani, irgalmasak lenni, mindannyian. És az áldás azt jelenti, hogy Isten akarata szerint az a jó kifejlődjék bennünk. Hogy ne csak azt halljuk, hogy a világban rossz van, veszekedés van, megosztottság van, az emberek ilyenek meg olyanok, hanem azt is, hogy az emberek tudnak szeretni, hogy tudnak megbocsájtani, hogy tudnak önzetlenül segíteni. Ezért egy ajándékot kérnék a gyermekeik számára most a prédikáció helyén. Kérném, hogy az elsáldozós fiúk erre az oldalra álljanak föl. Jó, jöjjenek. Jó, itt, minden ott egy. És kérném a szüleiket, hogy álljanak velük szembe, ide pedig a lányok, jó? És kérném, hogy a szülők álljanak szembe majd velük. El fogunk férni, hogyha ügyesen csináljuk, szembe fordulva. Azt szeretném kérni, nyugodtan mehetünk hátrafele, még így könnyebben el fogunk férni. Egy kicsit mozgunk, megyünk még tovább arra hátrafele. Jó, és kérem, hogy mindenki keresse meg a gyermekét, álljon vele szembe, mehetünk nyugodtan hátrébb a hely. Kérem gyermekem számára, az Istennek az áldását, a szeretetnek az erejét, hogy mindaz a jó és szeretet, ami van benne, az dövekedjék, az Isten szeretetét mindig érezze meg. Mindig legyen abban a hitel, hogy az Isten szeretete nem hagyja el, hogy az sokszor erősebb, mint az én gyönge szeretetem. Hálát adok neked, Istenem, hogy szülő lehetek, hogy megajándékoztál azzal, hogy édesanyja, édesapa lehetek. Megadtad nekem ezt az örömet.
Add nekem szülőnek, hogy ez az öröm mindig megmaradjon a szívemben, hogy a szeretet mindig életet ad. És ezért szülőként hálás legyek neked, Istenem. Első áldozása ünnepén gyermekemnek, hogy gyermekemet minden égi és földi áldással áldja meg a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Nagyon szépen köszönöm, foglaljuk el a helyünket. Hitvallás következik. Kérem, hogy mindenki álljon fel, de csak az első áldozó gyermekek válaszoljanak majd a kérdéseimre. Ellene mondotok-e a sátánnak? Ellene mondunk. És minden cselekedetének? Ellene mondunk. És minden csábításának? Hisztek-e Istenben, a mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében? Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki Szűz Máriától született, szenvedett, akit eltemettek, de feltámadta a halálból, és Ura az Atyának jobbján? Hisztek-e a Szentlélekben, a katolikus Anyaszentegyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a test feltámadásában és az örök életben? Ez a mi hitünk, ez az Anyaszentegyház hite, amelyet boldogan vallunk Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Amen. Az egyetemes könyörgésekkel folytatjuk a szentmisét. Testvéreim, ünnepi örömmel imádjuk az oltári szentséget. Kérjük megváltó és jó pásztorunkat, hogy hallgassa meg alázatos könyörgéseinket. Add, Urunk, hogy egyházad mindig egy legyen a kenyértörés közösségében. Kérjük téged, hallgass meg! Szenteld meg papjaidat, hogy szentek legyenek, és szentül szolgáltassák ki szentségeidet. Kérünk téged, hallgass meg! Úgy nevelj minket az oltári szentség gyakori vétele által, hogy mindennél többre becsüljük lelkünk kegyelmi állapotát. Kérünk téged, hallgass meg! Hogy szeretett lakomádra, a szent misére szóló hívásnak mindig örömmel és áldozatkész lélekkel engedelmeskedjünk. Kérünk téged, hallgass meg! Végül ne engedd, Urunk, hogy a szent útra való nélkül távozzunk a földi életből. Kérünk téged, hallgass meg! Jézus Krisztus, azt kérünk, hogy a szentmise kegyelmeiben mindig bőven részesüljünk, és téged az oltári szentségben őszinte odaadással és tiszta lélekkel vegyünk magunkhoz, aki ezt és szeretsz mindörökkön, örökké. Amen. Thank you.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el, Úr, ezzel az áldozatot, emléknek is életedre és csőségére, mindannyiunk és az egész Szentek áldozatára. Kérünk Istenünk, add meg egyházadnak az egység és a béka ajándékát, amelyet a felajánlott áldozati adományok titokzatosan jelképeznek, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a veletek. Emeljük föl szívünket. Fölemeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mi? Hozzád illő és mi számunkra üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, szeretett fiad Jézus Krisztus által. A te örök igédő által alkottál mindent, és őt küldted, hogy üdvözítünk és megváltunk legyen. Ezért öltött a Szent Élektől testet, és született a Szent Szűztől. Majd akaratodat teljesítve, és szent népet szerezve néked, a keresztfán kitárt karral elszenvedte a kihalált, hogy feloldja a halálnak átkát, s a feltámadásról bizonyságot adjon nékünk. És ezért az angyalokkal, s minden szenteddel együtt, dicsőségedet hirdetjük, s egy szívvel zengjük. Kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adaték. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségém. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
Íme hitünk szentét kom. Hallgat is lehetünk, Urunk, és te vagyunk feltámadásodat, a mindenre jössz. Ezért fiad halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, feloljáljuk neked Istenünk az élet kenyerét és az üdvösség kenyerét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a Hajmás és a Németh család elhunyt tagjairól, akiket magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy akik a keresztségben titokzatos módon részesültek fiat halálában, részesüljenek fiat feltámadásában is. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mind örökkön örökké. Amen. Üdvözítünk parancsára, és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atya,
Ima Isten bánánya, ima aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok egyébként, hogy fájlják a mai jövőt, hanem elimádkozunk az elsváldozókkal az imájukat. Úgy szeretném, édes Jézus, ha vendégem lennél, a szívemnek hajlékában mindig megpihennél. A hófehér szentostjában vágyakozva nézlek, milyen boldog kihez betérsz az a gyermek lélek. Vigyázok ám a lelkemre, bűn és szenny ne érjem, bármely percben eljöhetnél hozzám vendégségben. Jöjj el, drága jó Jézusom, látogass meg engem, tiszta helyed lesz az én kis szerető szívemben. Amen. Thank you.
Hozzám jöttél Jézus, ég és föld királya, a te gyermekednek. Hódolva borulok lábaid elében, hittel, imádással. Köszönöm Jézusom, kérlek, hogy szívemben maradj mindig, ne hagyj el már, szeretlek, kincsem nincs. Amen. Felülünk. Könyörögjünk. Kérünk, Urunk, törzs be lelkünket Istenséged örökké való élvezetével, melyet rága testednek és vérednek mostani vétele már előre jelöl, aki élsz és szeretsz mind örökkön örökké. Mindannyiunknak hálásnak kell lenni a mindenható Istennek. Nagyon szépen köszönöm a szülőknek, kitoktatónak a szolgálatát, köszönöm mindazoknak, akik valamilyen formában hozzájárultak a mai ünnephez. Most az első áldozókkal és a hitoktatókkal elmegyünk a szűzanyához, és az ő áldását kérjük, hogy minden kegyelem forrása meg tudjon maradni bennünk. Először elmegyünk a szűzanyához, és majd utána foglalkozunk ezekkel, jó? Szegény Bencer már másodszor fut neki. Nagyon köszönöm. Az a helyzet, hogy örülök, hogy a papjuk lehetek. Nagyon hálásan köszönöm a szülőknek, hogy rám bíznák a gyermekeik lelkét. Igyekszünk a Jézustól kapott tanítással, testükkel segíteni az ő lelki életüket, és hogy meg tudják érezni az életük folyamán, hogy a mindenható Isten nagyon, de nagyon szereti őket, és hogy egy és halhatatlan lelket ajándékozott nekik. Most elmegyünk a szűzanyához. Fogadni szeretettel az ajándékot. Nagyon köszönöm, szeretettel. Jó, most köszönöm, megkapja mindenki a virágot, segítenek benne, és egy Mária éneket fogunk énekelni. Közben a hívők maradnak a helyükön, csak a densáldozókkal megyek majd el, mindenkit kap két vagy egy-egy szál virágot segítenek kiosztani. Most elkezdjük a felkészülést az úrnapi körmenetre. A körmenetet majd a keresztből vezeti, utána a kereszt után mennek az első áldozók, utána a minisztrások, és utána pedig az oltári szentség. Kérem, hogy énekelve, imádkozva vegyünk részt a körmenetem, és a négy imádságos hely után jövünk majd vissza ide a templomba, a befejező áldásra, hirdetésekre, és akkor ér véget a szentmise.